Szóval ugye beszéltünk róla, hogy a szerdai infócsaló közben részletesebben leszorod egy riport, vagy hát belerakunk mindenképpen, de azért egy-kettőt hadd kérdezzek meg. Ki csinálja a ruhádat? Ki csinálta a ruhát? Én magam. Saját magad? Persze, minden, ami rajtam van, a saját kezileg. Minden, összetevőt, minden. Persze. És nem fázol benne? Nem hideg? Nem. Van alatt a pulcsi, valami? Persze. Van alatt a ilyen melegítő, direkt ez a sapkára is. Csak azért üzétem a szemelyem, nem viszi a üzé, a üzétán. Hogy adjanak engedélyt a kommandósok a izére arra, hogy használhassam ezt a melegítőt, mert ez valójában olyan, mint egy kukla. No. És azért üzítem szemben. Verés, adtak rá engedélyt? Szerintem igen. Ha már idáig még a kommandósok nem üzítek engedélyt. És... De még nem kérdezték meg, hogy... Nem. Hát szerintem tudják a rendőrök is. Valaki tudja, hogy nem vagyok rabló, meg ilyen, meg ki tudja mi. És nem félnek tőled az emberek, ha találkoznak veled az utcán? Nem félnek, mert kisgyerekek könnyek, rendesen örülnek annak, hogy rendesen anyukájuk sok kell mondani neki, hogy nincs de ide a szeveri betűvé, és a kislánkan, hogy így egy gyerek lesz, rendesen rám nézek, és így jobban érzik magukat. Fotózkodni szoktál? Vidámabban. Szoktál velük fotózkodni? Hát, nem, hát de... Én azt észreveszem, mert látom, ahogy megyek, hogy a anyuka mondja a kisgyereknek, hogy azt a idén szeveribet mi. És én látom ugye a kisgyereken, hogy az rendesen van vidámabb idét kap. Jobb lesz a hangulata. Jobb lesz a hangulata valójában. Aha. És miért pont a polgármesteri hivatalnál vagy? Tehát van valami célja, hogy megvéden itt az itt dolgozókat, vagy? Nem, hát itt voltam a svégbe kontrollálni, és most hihetlen, és itt magáról találkoztam. És akkor fegyver most egyáltalán nincsen nálad? Én nem vagyok bűnöző, mi vagyok én bűnöző? De hát te jó oldalon állsz tulajdonképpen. Így, most milyen idő kihallgatás, csendőrség? Isten megy. Vagy milyen? Csináljunk hát, egy olyat, hát hogy valamit mutassunk gyöhet, az embereknek. Ide gyöhet 9000 komandos, 9000 csendőr, nem tanulnál olyan dolgot, amivel a törvényt izéltem volna. Helyes. Mutassuk az embereknek azért pár mozdulatot, mert én láttam rólad a videót, amikor valamit mutattál egy-két mozdulatot, ilyen verekedésre. Ezek a mozdulatok, ezek olyanok, hogy én ha használnám ezeket a mozdulatokat, én nem ártatlan emberekre használnám. Én akkor használnám ezeket a mozdulatokat, mikor ha valaki rám támadna, és akkor önvédelemből én magamot megvédhetem. Benne van a törvénybe. Így van. Mutatsz azért nekünk egy-két mozdulatot? Ez igen? És ezt honnan tanultad? Hát... Shaolin templom. Voltál valami tanfolyamon? Ezt az egész verekedőstílt, ezt én saját magamnak tanítom. Értem. És fejlesztem, és ez időben ez fejlődik. Ez olyan, hogy bám, hogy letesz egy téglát, hónap letesz még egy téglát, akkor már nem egy tégla lesz ott, hanem kettő. Na, ez egy jó hasonlat volt. Akkor szerdán infócsaló köz újságárusoknál is benne leszel, jó? Nagyon szépen köszönjük a riportot. Szívesen. Szervusz.